Közel 3000 ápoló dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház intézményeiben. Az ő hivatásukat ünnepelték szerdán a megyeházán. Február 19-e fontos dátum a szakma életében. 1817-ben ezen a napon született Kossuth Zsuzsanna, aki megszervezte az első katonakórházat 1849-ben. Valamint a szabadságharc időszakában ő hívta fel a civilizált világ figyelmét a sebesült katonák ápolására. Az ápolók olyan felelősségteljes és olyan küldetéstudattal rendelkező munkát végeznek, amelyre a legfontosabbat szolgálják, mégpedig az embereknek az ügyét, és ráadásul az elesett beteg embereknek az ügyét, és ezért is mindenképpen szükséges az, hogy teret adjunk és helyet adjunk az elismerésnek is, és meg tudjuk köszönni nekik azt a munkát, amelyet végeznek értünk. A Szabolcs megyei egészségügyi komplexum 25 dolgozóját ismerte el az idei Magyar Ápolók napi ünnepségen. Az intézmény humán erőfejlesztési koncepciót dolgozott ki. Ebből kiderül, hogy körülbelül 8-9 év múlva ápoló hiány lesz a megyében, közölte Adorján Gusztáv főigazgató. Éppen ezért minden olyan lehetőséget, ahol az ápolókat tudjuk tovább képeztetni, tudjuk jobb körülmények között dolgoztatni, vagy hát, tehát, hogy jobb körülmények között dolgozzanak, lakhatási feltételeket, ezt megpróbáljuk megteremteni. Gondolok itt arra, hogy az idén fog indulni most már vélhetően a nővérszálló építése, amit el tudok mondani, rengeteg olyan ápolási eszköz, rengeteg olyan fejlesztés, ami megint a munkakörülményeket javítja, ugye most a legutóbbi ilyen fizioterápiás eszközparknak a növelése, illetve fizioterápiás rendelőknek a korszerűsítése, komfortosítása folyamatban. Ez mind azt szolgálja, illetve gondolok itt az óvoda, ugye a várossal együtt létrehozott óvoda fejlesztése is, ami megint csak az ő munkájukat segíti, hisz ha a gyerekeik ott lesznek, akkor nyugodtabban tudnak dolgozni. Az ápolók fizetés emelésére is nagy hangsúlyt fektet a kormány. A több lépcsős bérnövekedés még 2016-ban kezdődött, 2020. januárjában folytatódott, de még idén novemberben és 2022. januárjában is tovább emelkednek a fizetések. Ennek az lesz az eredménye, hogy a 2016-os szinthez képest 2,5-szeresére nő a szakdolgozók bére.